Na, sziasztok! Itt vagyunk Rákos Palota MÁV teleknél, és most a 65-es villamos vonalát fogom bejárni, ami 1954-től közlekedett, ha jól emlékszem, és 1980-ig megmaradt, és innen közlekedett Rákos Palota felé. Úgyhogy arrafele nem tudom rendesen, úgyhogy hamarosan akkor indulok, és akkor ezt a vonalat is bejárom. A régi 69-eset most járt ebbe, amikor a mostani 69-es pedig szintén itt közlekedik. Egészen új palotáig, az Erdőkerülő utcáig, a Mexikói úton. És hát mindjárt megmutatom a 65-ös villamosnak a kezdőpontját is. A 65-ös villamos errefele ment tovább. Itt az M3 bevezetőjéig, nyíl egyenesen. Ezt fogom majd most bejárni, és egyébként érdekes ezek a szűk átfalasi az utcák, de nézzétek meg, hogy itt még ilyen szabványmáv kőkerítés is van. Hát igen, ez ilyen vasutas telepnek épült, de MÁV dolgozónak, bár a vasútállomás a környéken nincsen. A körvasút is viszonylag messze van innen. És jön a mostani 69-es. És egyébként innen volt jelgazás, tehát itt egyenesen is jöttek a sinek, plusz itt a hurokvágányokkal is volt kapcsolat. Ez talán még egy olyan 10 évvel ezelőtt is megvolt itt a kiágazás errefele, tehát itt volt egy csonkavágány, amit valami meghagytak, ez a 65-ösnek ennyi maradványát, hát ez úgy látszik már eltűnt. És a régi 69-es pedig arról jött. Akkor nézzétek. Itt haladunk az egykori vágányok helyén. Vagyis hát itt már csak egy vágány volt, mert ugye egyébként annó a hévvonalat a kelet-nyugati között végig dupla vágányunknak építették, viszont a második világháborúban a második vágányt végig felszedték, hogy ugye beépítessék máshol, ahol nagyobb szükség volt rá, és későbbiekben sem épült vissza. A második vágány viszont helyenként kitérők beépültek. Egyébként az egyik kitérő az pont itt volt a Szerencs utca környékén, és itt is ketté vágta a vonalat az M3-as bevezető építése, és ezért is szüntették meg 1980-ban, nagyjából akkor épült itt az M3-as autópályának a bevezetője. Nézzétek, csak itt még sinek is vannak, ha mindjárt félreállok. Nézzétek, itt még a vágányok is megmaradtak, és egyébként itt úgy emlékszem, hogy a túloldalt is megvannak, de majd meg fogom nézni. És az is érdekesség, hogy amikor építették itt az M3 bevezetőt, akkor meghagyták az aszfaltba a sineket. Sokáig döccentek is rajta nagyot az autók. Aztán később is csak ráaszfaltoztak, de nem szedték föl. Tehát így gyakorlatilag itt megvannak a sinek végig az M3-as bevezetőnél. És itt még valamennyire a töltés is látszik, meg tudom mindjárt megmutatni, hogy itt jött a villamos így erre. És hát most egy gyalogos felüljáróban. De van biciklis lámpa is, úgyhogy fel tudom tolni, és akkor megnézem a túloldalt, és úgy emlékszem, hogy ott is megvannak a vágányok. Azt néhány évvel ezelőtt jártam arra, akkor még biztos, hogy megvoltak. És itt a 65-ösnek a folytatása, a túloldalt, és látjátok, hogy itt még az oszlopok is megvannak egész sokáig. A felső vezetétől tartó oszlopok végig megvannak. Hát itt látszik, hogy merre ment a nyomvonal. Folytatjuk a bejárást. Gyakorlatilag itt is egész sokáig egyenesen ment. És most éppen valakinek elküldtem ezt a képet erről a vágányról, és egy nagyon jó kérdést tett föl. Úgyhogy ezt így most bemondom, hogy ez név nélkül, hogy ez most hév vagy villamos vágánya, mert mutatta felsőtét a tóztapot is. Hát igazából erre mi a jó válasz? Az, hogy mindkettő, mert hév vágányként kezdte, viszont villamos vágányként fejezte be a pályafutását. Tehát még a héves időszakban volt itt mellette egy második vágány is. Aztán ugye villamosnak soha nem volt, tehát második vágány nem épült vissza, viszont pont itt, ezen a szakaszon, azt hiszem, itt a Szerencs utcánál volt egy kitérő, tehát itt volt egy két vágányos kitérő, ahol a szerelményekbe válhatták egymást. És most az is látszik, hogy hol haladt a villamos. Itt a parkoló helyén. Akkor itt megérkeztünk a Beller Imre utca köszönésére, tehát itt fordult el a villamos, és az útnak a jobb oldalán haladt. Majd hamarosan megyek arra is, és akkor fogom követni. Itt egy hosszú egyenes szakasz jön. Itt nagyjából a parkoló autók helyén ment a vágány.
Hát mondjuk nyomát az sajnos már nem látni sehol. De itt egész hosszú egyenes szakasz következett. És akkor rögtön egy kis helyesbítés, az előző kitér, amit mutattam, az nem a Szerencs utcai volt, mert az itt volt. Itt van a Szerencs utca, egy utcával elnéztem, egy kereszteződéssel odébb van a Szerencs, és valahol itt volt egy kitérő, egy-két, tehát itt igazából annyi volt egy váltó, egy második vágány, és itt ki tudták egymást kerülni a szerelvények. Itt egy felső vezetéktartó oszlop szintén. Az Illyés Gyula utcánál vagyok már, és itt van. Tehát a mostani Széchenyi térnél volt a végállomás, nem tudom mennyire látszik. Innen már... És itt vagyunk, a Illyés Gyula utca, és a... Most tudom, nem is tudom milyen utca van itt, a Beller Imre volt eddig. Hát nem tudom, hogy továbbra is az-e, vagy valami új neve van. De maga a vágány az ott jött. Továbbiakban is, így tovább legyenesen, és a Széchenyi térnél ott egy hulokvágányba fordult. És közben meg is érkeztem. Itt ezt a templomot kerültem meg a villamos, itt jött, és szerintem ott, ahol most az a járda van, ott annak a helyén fordult. Meg nem hiszem, hogy erre jött volna. Már itt, hát nem tudom, hogy itt volt-e a hulokvágány, vagy pedig itt a mostani járda helyén. Hát ezt nem tudom megmondani, pontosan. De hogy sima maradványokat itt nem találunk, az is biztos. De ezt a templomot kerülte meg a villamos. És a végállomás a túloldalt volt. Hát... Vagy itt jött, itt mellette, vagy pedig itt most a járda helyén. De az biztos, hogy arrafele ment tovább. Hát, megnézem a túloldalt is. Úgyis arra kell tovább menni. Hát, akárhogy is volt, a villamos biztos, hogy itt jött valahol. Errefele. És így megkerülte ezt a nagy templomot, mondjuk elég nagy ahhoz képest, mert nem semmi egy templom, azért egy templom nem szokott ekkora lenni. Legalábbis általában. És itt volt a túloldalt a végállomás. De nyilván ott egy hudokba fordult meg. Hát így sem emlékeztet már rá semmi. Hogy itt egy korvillamos végállomás volt, sőt a helye be is épült ide egy szobor. És még egy felsőzítő stop előkerült, meg egy 104-es busz a háttérbe, ami az egyik villamospótló. És egyébként maga a 65-ös villamos az eddig tartott, viszont hát itt mentek tovább a vágányok egészen Újpest központig. Ugye az még a régi, az a B-hév vonalnak a H-járatához kapcsolódik. Hát megpróbálom, bejárom most azt is, és akkor egyre ezt a videót nem zárom le, de mondom a 65-ös villamosnak a videója az ennyi, tehát itt volt a végállomása. De hát a csineket már nem találunk. Viszont akkor hozzácsapom még ez a videóhoz azt a rövidke szakaszt, ami még innen a Újpestig van. Az már tényleg nem sok, innen már közel van Rákospalota, és ott az Árpád úti felüljáró mellett ment el, mert a térképe úgy láttam bejelölve, hogy mellette ment még el a Sorompós átjárónál. Szóval nyilván a felüljáró később épült, és nem tudom, hogy rátették a villamost, vagy amikor az a felüljáró épült, akkor már megszűnt. De hát mindegy, de nem megyek akkor még Újpest központig, mert ott csatlakozott be a már meglévő villamos, és onnan meg már fölösleges bejárni a Nyugatiig, onnan már ugye villamossal be lehet utazni, ha lehet érig, onnan meg már sétál a Nyugatiig. És látjátok, van itt helytörténeti fasor és a Rákospalotán, itt a villamosvágányok mellett helyén. És akkor hát itt vannak a főúti anyagos egyébként. Azt nézzétek, ott van a felső zétartó oszlop, ami megmaradt. Tehát
lehet ezt követni, csak a túloldalról. Mert ott mentek a... Vagyis hát csak egy vágány ment. Egyébként itt egy kicsit becsapós a történet, mert látjátok, itt vannak a felsődétartó oszlopok. Sőt, a túloldalon is van több is, de a villamos nem erre ment a térkép szerint, hanem a másik irányba. A főútak a másik irányába ment. Itt tudom jobban megmutatni, itt is vannak oszlopok, meg ugye arrafele is, tehát itt lehet, hogy csak egy fordító vágány volt, vagy félreálló vágány, vagy valami hasonló, de a járatok azok erre mentek tovább. Ugye ez már a hévnyomvonala, a BHV, amelyik Újpest központig ment el a már felszerelt pályán, utána Rákai kanyarodott a most is meglévő 14-es villamosvonalára. És még Rákospalota Újpest vasútállomásnál kereszteznie kellett a nagyvasútat is. Úgyhogy most addig fogok menni. Csak most nagyjából szerintem a villamos vágányhelyén, vagy hát most már hévvágányhelyén megyek. És majd Rákospalota Újpestnél lesz érdekes a történet. Addig igazából úgy látom, hogy semmi extra. Sinekből már semmi nem maradt. Maradványai sincsenek. Még van 500 méter Újpestig. Úgyhogy akkor megyek tovább. Közben itt vagyunk Rákospalota Újpesten. És látszik az Árpád úti felüljáró. Na most a villamos az még 1974-ben adták át ezt a felüljárót, és akkor még volt rajta villamos, ameddig meg nem szüntették, viszont előtte valahol itt ment át szintbe a villamos is. Viszont egy gyalogos felüljáró már akkor is volt, az megvan ott az a vasútállomásnál kicsit közelebb. De akkor most egyre látjátok, hogy le van csukva a sodompolt, megvárjuk, még kinyitják, és akkor megyünk tovább. Itt van az Árpád úti felüljáró. Egykor itt ment a vágány. A villamosok is jártak itt. Előtte pedig itt, ahol most a járda van. És itt a víztorony fele. Gyakorlatilag itt az Árpád úton egyenesen ment a vágány. Majd ezt fogom követni. És valahol itt, ahol most állok. És akkor itt vagyunk Újpesten. Innen jöttek a sinek. És ott fordult rá a most is meglévő 14-es villamos vágányára. És innen ment tovább a nyugati fele. Az a bizonyos H-járat. És akkor itt ezt a videót ezt le is lehet zárni. Mondjuk talán így, és akkor nem szembe fény van, és engem is lehet látni, úgyhogy végül is sikerült bejárni. Bár is sok látnivaló nem volt, mert ugye a hajdani vágányból is semmi nem maradt, de még a nyoma is, de azért eljöttem idáig, megnéztem hát, ha mégis. Hát akkor ez a videó az ennyi lett volna, akkor üdvözletem minden Újpest központtól, találkozunk a következő videóba, sziasztok!